Világszerte május 12-én ünneplik az ápolók nemzetközi napját annak emlékére, hogy ezen a napon született Florence Nightingale, az ápolóképzés megteremtője. Becsei László, főigazgató főorvos a csütörtök délutáni békéscsabai ünnepségen elmondta, amíg életében legendává vált lámpás hölgyként is ismert reformer élete, munkássága, követendő példa valamennyi egészségügyi dolgozó számára. Florence Nightingale méltatása hozzátartozik az ápolók és egészségügyi szakdolgozók elismeréséhez, szavait idézve, az ápoló legyen józan, becsületes és megvesztegethetetlen, legyen igazmondó és megbízható. Számomra ma már az ápolói hivatás szépsége vitathatatlan, a világ több millió ápolónőjének a figyelméért és áldozatáért hálásnak kell lennünk. Az ápolás az nem csak egy szakma, hanem valóban egy professzionális szakma, amely hivatásként tekintendő. Az egészségügyi ellátás során az ápolók azok, akik megértésükkel, türelmükkel, kedvességükkel jelentősen csökkentetik a betegek félelmét, szorongását, és hozzájárulhatnak a közérzetük, hangulatuk javításához. Az ápolói munka szakértelme és az ápolók hozzáállása nélkül az orvosi tevékenység ma elképzelhetetlen. Az eseményen elhangzott, a fiatalok ápoló képzése meghatározza a jövő egészségügyét. Az idén új elismerést is átadtak, az év kiváló tanulója Zsóri Réka lett. Ő azért választotta az ápolói szakmát, mert mindig is szeretett volna az embereken segíteni. És úgy érzem, hogy egy ápoló nem csak testben, fizikálisan, hanem lélekben is ott kell legyen a betegnek, az embernek. Úgy éreztem, hogy ebbe ki tudok teljesülni. A családomban a bátyám ápoló, ő indította el ezt a lavinát, az ő történetei által is megtetszett ez az egész ápolói szakma. És úgy érzem, hogy ez az a szakma, amiben igazán 100%-osan ott tudok lenni. Őszintén ez a díjátadás nagyon meglepett, mert ez egy visszaigazolás, hogy valamit akkor jól csinálok, és úgy érzem, hogy ebbe csak fejlődni szeretnék, és csak jobban szeretnék teljesíteni ezek után is. 35 éve dolgozik a kórház fülorgége osztályán, az év szakdolgozója kitüntetettje, Varga Beáta. Őt a véletlen sodorta az egészségügy irányába, mely ennyi év távlatából is a legjobb döntésnek bizonyult. Egészen más felé készültem, és a véletlen sodort oda, hogy az egészségügyi szakközépiskolába menjek tanulni. Aztán sajnos egy családi tragédia miatt munka mellett folytattam a tanulmányaimat tovább, tehát 88-ban jöttem ide dolgozni, és teljesen véletlenül a fülorgégészetre, ahol azóta is dolgozom, mert nagyon, nagyon megszerettem a munkámat, mai napig nagyon szeretem. Többi képzésemet már munka mellett végeztem. Hát igyekeztem mindig becsülettel, lelkiismeretesen dolgozni, és a lehető legtöbbet megtenni a betegekért, ami tőlem telik. Az ápolók nemzetközi napján tartották az egészségügyi szakdolgozók tudományos ülését. Az elhangzott előadásokon hasznos ismereteket szerezhettek a résztvevők, többek között a nukleáris medicina területéről, vagy éppen a lelki állapot szerepéről a sebgyógyulásban.